Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Isten hozott benneteket itt az Úrházában, mert ez most az Úrháza. Ugyanis Isten háza nem egy épület, Isten háza nem egy bizonyos hely ezen a világon, hanem Isten háza ott van, ahol az övéi összegyűlnek. Amen. Dicsőség Istennek. Örülök, hogy ilyen sokan összegyűltünk, és reméljük, hogy még érkezni fognak, de az idő ezen a földön nagyon gyorsan pereg, és jobb lesz kihasználni okosan. Ezért arra hívlak benneteket, hogy mindenki találja meg a helyét, foglaljunk helyet, és nyissuk meg a Bibliánkat, jó? A 103. Zsoltárt keressük meg. Elektronikus vagy papíralapú Biblián, mindegy is. Vegyük el a Bibliát, és keressük ki a 103. Zsoltárt. 103. Zsoltár énekisten irgalmáról, Dávid tollából. Áldjad én lelkem az Urat, és folytassuk együtt, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, és megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr, megismertette az ő útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen. A mai napon a háladás ünnepére gyűltünk össze. A mai napon azért gyűltünk össze, hogy ünnepeljünk. Ünnepeljük mindazt, amit Isten tett és tesz velünk a mai napon is. Amen. Ez az időszak a háladónapoknak az időszaka. Kalocsán is voltunk háladónapon, Soltvadkerten is van háladónap. És a környéken ebben az időszakban minden, majdnem minden gyülekezet igyekszik arra, hogy egy napot a háladásnak szenteljen, mert rendkívül fontos, hogy megálljunk és szemléljük az Istennek a jóságát. Azzal kezdi Dávid a Zsoltárát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Miért áldjam az Urat? Miért áldjam az Urat, és miért ne feledkezzek el arról a jóról, amit ő tett velem? Milyen indokokat tudunk felsorolni? És most nem arra kérlek, hogy te sorold föl, hanem csak szeretném, ha látnád, hogy mi az, ami először eszébe jut Dávidnak erről. Mi az? A harmadik versben. Miért áldjam az Urat? Miért ne feledkezzek el? Harmadik vers. Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet. Ha valaki közülünk már élt annyit ezen a földön, hogy egy igazán komoly baklövést elkövessen, akkor az tudja, hogy micsoda nagy dolog az újrakezdés lehetősége. Ha valakit már megbántottak, vagy ő megbántott valakit, az tudja, hogy micsoda nagy dolog a megbocsátás. Még mielőtt dicsőítenénk az Istent, még mielőtt tisztelnénk az Istent különféle módokon, ami ma lehetőségünk lesz, menjünk az Úr elé, és tárjuk ki a szívünket, az egész lényünket előtte. Nem kell titkolozni az Isten előtt. Nem kell bizonyos elfogadható formákat felölteni ahhoz, hogy elfogadhatóak legyünk. Isten egy alkalommal azt mondta Izraelnek, hogy azért utálja az ünnepeit, mert az ünnepek keverednek a bűnnel. Isten nem tolerálja a bűnt, de megadta a megoldást. Amen. Jézus Krisztus a megoldás a bűneinkre, és hogyha ma úgy vagy itt, hogy meg van terhelve a szíved, akkor az elsődleges feladatod az, hogy vidd az Úr el és kérj megbocsátást. Dávid azt mondja, hogy azért áldjad lelkem az Urat, mert ő az, aki megbocsátja 2-3 bűnödet hetente. Miért mosolyogtok? Nem jól mondtam?
De jó, hogy ismeritek a Bibliát. Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet. Ezért van lehetőségünk az ünneplésre ma, mert csomó dolgot elronthatunk, de van újrakezdési lehetőség az Istennel. Amen. Ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet. Ki az, aki már tapasztalta Istennek a gyógyítását? Van okunk a hálára? Ő az, aki megváltja életedet a koporsótól, fogalmazza a régi Károli fordítás. Ki az, aki már megtapasztalta, hogy Isten megszabadította őt a halálból? Itt is vagytok páran. Nagyszerű. Na, ezért kell áldani az Istent. Mert megtapasztaltad, vagy megtapasztalhatod, ha még nem élted át a megbocsátást. Azért, mert megtapasztalhatod az Istennek a gyógyítását. Azért, mert megtapasztalhatod Istennek a megmentését a halálból. És itt nem csak a fizikai halálról van szó, hanem a kárhozattól, az kárhoztatástól, a belső vádlástól ő meg tud szabadítani téged. Ezért arra biztatlak, most gyertek, álljunk föl mindannyian. És dicsérjük az Urat. Mi nagy Istenünk, éneked, mi nagy Istenünk, lásd meg, mi nagy Istenünk. Mi nagy Istenünk, énekeld, mi nagy Istenünk, és lásd meg, mi nagy Istenünk. A fény király, megremeg, ha szól. Mi nagy Istenünk, gyere, éneked, mi nagy Istenünk, és lásd meg, mi nagy Istenünk. Éneked, mi nagy Istenünk, és lásd meg, mi nagy Istenünk. Minden név felett való dicséret, lásd meg, mi nagy, mi
ma a háladásért gyűltünk össze. Azért gyűltünk össze, hogy ünnepeljünk téged, és ünnepeljük a te gondviselésedet. Hogy ünnepeljük azt, hogy minden nap van mit tegyünk, van mit igyunk, van mit felöltözzünk, és mindez bőségesen. Urunk, köszönjük neked, hogy ellátsz bennünket minden jóval. Hálásak vagyunk ezért. És ezzel a nyitottsággal állunk meg előtted, hogy nem akarunk elfeledkezni semmi jó téteményedről, és szeretnénk, hogyha ma folytatnád a te irgalmadat és a te kegyelmedet. Szeretnénk, hogyha folytatnád a te csodáidat, amelyeket tettél az életünkben. Urunk, figyelünk rád. Figyelni akarunk arra, amit mondasz. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk veled. Hogy nem csak egymással, hanem veled is találkozhattunk. Köszönjük Istenünk Jézus drága nevében. Amen. Tiéd a dicséret. Téged áld az én lelkem, mikor a nap felkel, téged hívlak segítségül minden áldott reggel. A te áldott szent nevedben kezdem a munkámat, s tiéd szívem akkor is, ha örömér vagy bánat. Tudom, minden javamra van, ha szeretlek téged, s tudom azt is, hogy mindenért tiéd a dicséret, téged hívlak, téged áldlak, ha nyugodni térek, legyen egész életemben tiéd a dicséret. Köszönjük szépen, amikor ilyen vidámító kis műsor van, vagy pedig mondunk valami kis lazát, az nem azért van, mert mi minden nap poénkodni szeretnénk, vagy, hanem azért, hogy lássuk azt, hogy készen vagytok-e az igazi közösségre. Hogy van-e mosoly, előhozható, hogy valahonnan nem-e túl mélyen van elrejtve, és hogy azt szeretnénk felhozni, úgyhogy ezért vannak ezek a felvezető percek, nem azért csak, hogy imádkozzunk, hálát adjunk, hanem hogy megérkezzünk, hogy érezz, hogy itt testvéri körben vagy, és ez egy nagy csoda, egy nagy érték, hiszen a háladás lényege maga a szeretet. Ahol szeretet van, ott van reménység, ahol remény van, ott van spontán előjön a hálaadás, mert az nem is egy termék, vagy nem is egy konkrét áru, egy portéka, hanem maga a jelenléte, maga a természetéből, egy valódi adottságából működő csoda, Isten áldása az életünkben. Azt mondják, hogy Magyarországon a 44 éves korúak a legboldogtalanabb emberek. Most olvastam valamilyen önkéntes kutatás eredményeként valószínű. Én nem tudom, hogy milyen a 44 évesek érzése Magyarországon. Ezt én már elfelejtettem. De így 58-on túl nagyon jól érzem magam. Boldognak érzem magam. És hogy jó dolog, hogy az Úrnak szolgálhatunk. De van itt közöttünk valaki, aki még boldogabb lehet, hiszen van közöttünk egy kereken 100 esztendős. Ha egy kicsit úgy hátrafordultok, akkor itt az bejövő oldal szektorban. Jani bácsi föl tud egyébként állni, hiszen saját lábán jött ide. 2 héttel ezelőtt ünnepeltük a családi körében, 50-60 fő körülbelül voltunk együtt ezen az ünnepségen. A 100 éves Jani bácsi, a dédnagypapa fogta a 3 hónapos kis dédunokáját, és hogy szomorkodott a felől, hogy még neki nincsen ők unokája. Hogyha egy picit korábban nősült volna, akkor neki már lenne ők unokája is. Hát ez a szomorúság töltötte egyedül be ezt az alkalmat, egyébként meg teljesen jók voltunk. Ami viszont egyedi, hogy Jani bácsi arról tett bizonyságot, hogy az Isten tenyerén hordozott egy életen át. Aki erről többet szeretne majd tudni, hiszen itt most nincs módunk Jani bácsit megszólaltatni, sőt, nehezen fogja nekem megbocsátani azt, hogy még énekelni sem engedjük őt ezen az alkalmon, mert ő mindig minden alkalommal kész arra, hogy egy éneket énekeljen, és ő még a felső F-et kivágja spontán módon. Én már régen elhagyom őt felső D-nél. Szóval, vagy lemaradok.
Szóval, aki szeretné többet Jani bácsiról és Jani bácsitól, az majd jön a következő vasárnapunkra, a gyülekezetünkbe, és ott találkozhatunk majd néhány hasonló szolgálati programmal is. Azon látja meg, kedves Fugyi Jani bácsit, egy tapsot azért ne sporoljunk meg az ő 100 éves születésnapján. Kedves Lévi Ahopeltót, hadd mutassam be, Finnországból érkezett, néhány éves barátság köt bennünket össze, és egy jelentős történet, mert hogy a mi barátságunk, amely egyébként János Ferencesférnek és az Európai Iskola Missziós Találkozónak kapcsolatrendszernek köszönhető, ahogy a nő elhozta Magyarországra a kollégáját, a finn kollégáját, és ebből adódóan azután volt egy lehetőségünk, hogy elutazzunk Finnországba, egy kis delegációba, Galicsa gyülekezet pásztora, az érdi gyülekezet munkatársa és személyem, hát János Vérenc testvér lévéjékhez, és ott az Úr adott nekünk több napot, amelyet hajón töltöttünk egy konferenciás alkalmon, Helsinki és Stockholm közötti hajóúton az Úr kipróbált bennünket, hogy mennyire a viharok között is, és minden helyzetben. Hát nem annyira Pál apostoli viharok között, de nagyon nagyszerű volt látnom ott, hogy hogyan működik az iskolamisszió a ti szolgáltatokban odakint. Finnországban találkozhattam sok iskolamissziossal, akiknek a bizonyságai ma is itt erősítik az én szolgálatomat is Magyarországon, és hát János Ferenc testvérét is. És hát, amit még nem mondtam el, most már csak ennyi, még sokat jelent számomra az, hogy Lévi édesapja is órás volt. Órásként kereste a család kenyerét, és Lévi szerint van egy közös vonásunk, Lévi édesapja zsebébe, és mindig ott volt a bicska, ahogy az én zsebemben is. A többit majd, Lévi, tőled várjuk néhány percben. Joka kiitostaa uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa teistäänsä vaarin, sen minä annan hänen Jumalan autuuden. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg az Isten szabadítását. This is a thanks day. Ma hálaadás napja van. And in Hungary is a very fine microphone. És olyan különleges mikrofon találtak itt nekem Magyarországon, hogy még egy tökbe is tudok beszélni. The boy, this is a big miracle. Látjátok, fiúk, hogy mekkora csoda történik, hogy egy tökkel is tudok beszélni. This is the first time in my life I speak this fruit and you heard my voice. Egyetlen egy alkalom az életemben, hogy egy tök is megszólal az én hangom által. Halleluja. De halleluja az Istennek. Thanks God this fruit. Isten gyümölcse ez. Sometimes the fruit speak the God's love. És nagyon sokszor a gyümölcs az Istennek a szeretetéről beszél. Now we have a many thanks because we have a that's a new fruits. Nagyon nagy hálaadás lehet a szívünkben, mert sok új gyümölcsünk van. But sometimes fruit life is not easy. De néha a gyümölcstermő élet nem egyszerű. Many days raining water. Nagyon sokszor esni kell esőnek. Dark day. Jönnek sötét napok. And sun shining. De süt a nap is. We change, day change, but one day all is ready. De egy nap után egyszer csak előjön a termés. And same is for you life. És ilyen a ti életetek is. We have a many happy day. Nagyon sok boldog napunk van. We singing oh happy day. És énekelhetjük azt, hogy oh happy day. And all smiling. És mosolyoghatunk. But that is all is not smile. De vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk mosolyogni. I have not long time this, but I have a many hard day in my life. Nem volt sokszor, de azért előfordult, hogy nagyon mélységes időszakon mentem keresztül az életemben. One day I heard my mother, and later I heard my father dead, and they go to heaven. Hallottam azt, hogy először anyukám, utána később apukám elment a mennybe. It's a very hard time. És egyre keményebb időszak volt ez. Because I like oh we are all together my big family but és God no one day. És együtt akarunk lenni mint egy nagy család, de néha ez változik. But I understand little bit more the life. De még többet megértettem talán az életből. Gethsemane is the time what we want. És néha egy különleges kert a Gethsemane. And what happened Gethsemane is only you
and only me and God and or you and God only. Ott a Getsemánéban csak az jön elő, amit te és Isten között zajlik. And now we're singing the one song Getsemane. És most kérlek, hallgassatok meg egy dalt, aminek az a címe Getsemáné. Jesus walked this way only. És Jézus ott sétált. This his time is very hard time. De nagyon kemény időszakot élt ott Jézus. And now I've heard what's Getsemane, but these Finnish languages. Finnül fogjátok hallani, de érezni fogjátok, hogy ott vagyunk a Getsemánéban. But Holy Spirit is the speaker for you. De Szentlélek fog neked tolmácsolni. And you heard what he talks today, your heart. És meg fogod hallani, hogy mit szól a te szívedhez. Getsemane san, kuka takoile. Getsemane san, kuka taistele. Tuskan huokaus, yöhön katoaa. Kätke pimeys, suuren tuskan saa. Rakkaus, oi rakkaus. Hänet sinne sai, kun kantaa tahtoi synnit maailman. Rakkaus, oi rakkaus. Hänet sinne sai, kun kantaa tahtoi synnit maailman. Kuka tuskan tien kulkee vaieten vihamiehiään. Katso siunaten, itse syytön on, edessä syyllisten, ristin kuolemaan, hänet tuomitaan. Rakkaus on rakkaus, hänet sinne sai, kantaa tahtoi synnit maailman. Sinne sai, kun kantaa tahtoi synnit maailman. Vielä ristillä, se on täytetty, kuuluu äänensä. Maahan Golgatan vuotaa verensä, isän käsi antaa henkensä. Rakkaus, oi rakkaus. Helkatalla kuollessaan toi mulle elon iäisen. Rakkaus, oi rakkaus. Rakkauden voiman ylhäällä sen täysin ymmärrän. Rakkaus, oi rakkaus, rakkauden voiman ylhäällä sen täysin ymmärrän. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, barátaim.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy eleget tehettem, tehettünk neki feleségemmel együtt, és itt lehetünk közöttetek. Olyan emberként állunk itt, mint akik igyekeznek az életük minden napján tudatában lenni annak, hogy az Istentől függnek. És ez a függőség, ez hát most már örökre így marad. És a megtérésünk pillanatában felismertük, hogy ez mindig is így volt, hogy így lettünk megteremtve. Hogy olyan emberek lehetünk, akiket az Isten a saját képére és hasonlatosságára formált meg, hogy a magáéból adott nekünk. Vagy ahogyan a Zsoltáros fogalmaz, megkoronázott bennünket kegyelemmel, és megkoronázott bennünket méltósággal. Ez egy fantasztikus dolog. És boldogan valljuk veletek együtt, sokunkkal egy, sokatokkal együtt, hogy ez a korona visszakerült a fejünkre, és ennek a koronának büszke tulajdonosaiként szolgáljuk az örökkévaló Istent a sötét világban, világítva. Ez a fény, ez nem a miénk, ez a fény az Isten fénye, amely beragyogja a sötétséget. Azok kedvéért, akik nem ismernének, én Pintér Béla vagyok, Debrecenben élek a feleségemmel, és a 4 gyerekemmel jelen pillanatban, még bár az idő olyan gyorsan rohan, hogy egyelőre még 6 vagyunk együtt a családban, de a kirepülés jelei már kezdenek mutatkozni. Hát ezt én halogatom, amennyire csak lehet. És úgy csinálok, mintha nem létezne olyan, hogy egyszer el fognak bennünket hagyni, de tisztában vagyok a realitásokkal. És hát ez van, és örülünk, és mi is így voltunk annak idején a szüleinkkel valószínűleg, és hát velünk is így vannak most a mi csemetéink, akik mindannyian az Úrban vannak, és bár most azt is mondhatom a világ több pontján, mert a legnagyobb éppen a tengeren túlon, de nincs távolság az Istenben, és olyan jó azt megtapasztalni, sokfelé járunk és szolgálunk, és olyan jó azt megtapasztalni, hogy nincsen távolság, fizikálisan sem legyőzhető most már a modern korban esetleg bármi, de nincsen távolság a szívekben sem, és van olyan, hogy bemegyek egy református templomba, és testvéreket találok. Vagy bemegyek egy pünkös dímaházba, és testvéreket találok. Hogy dolgozhatunk azon, hogy a falak, amelyeket egészen biztosan nem az Isten épített, hogy ezek a falak leomoljanak, és meglássuk a másikat. Tudod, nagyszerű dolog látni a másikban Krisztust, de ha egy fal van köztünk, akkor nem fogjuk. Ezért, amikor azok leomlanak, egyszer csak rácsodálkozunk, hogy jé, tehát benne is ugyanaz van. És ez egy óriási erő és egy óriási muníció tud lenni a szolgálatunkra nézve. És tudjátok, amikor az ember, a keresztény ember mer kapcsolódni a falakon kívül is, akkor erősödik az a háló, amelyet a nagy halfogásra a mester szőtt. És tudjátok, hogy sok az alatni való? Hát persze, nem is én mondom, ezt a Biblia mondja. Hogy a munkás meg kevés. Igazából nagyon sok munkás van. Csak mindenki a saját csónakjába. És a munka nem hatékony. Hát mindenki, annyi projekt fut ma Magyarországon, hogy elképesztő. És mindenki az evangéliumot hirdeti. Az Unió még fizeti is. Milyen nagy kegyelem van most te? Írnak ki, pályázatokat lehet menni. És azt mondjuk, hogy fú, fiatalok meg mégse találnak Jézushoz úgy, ahogy szeretnénk. Az összefogásban óriási erő van, én ezt hiszem. Amikor egységesítjük az erőinket, amikor meg tudjuk találni a közös nevezőt, és itt nem az ökumenizmusról, vagy ilyesmiről beszélek, nem is nagyon értek hozzá, de élvezem a szívbéli kapcsolódást. És amikor látom annak gyümölcsét, mert hát nem azért dolgozunk, hogy legyen valami értelme, dehogy nem. Legrosszabb, amikor egy munkás, egy keresztény munkás, egy hitben, egy hitharcos, aki arra tette fel az életét, hogy az evangéliumot szolgálja, és találkoztam már ilyenekkel, vagy ilyennel az életem és a szolgálatom folyamán, során, kiég, és azt mondja, hogy én már mindent megpróbáltam, gyerekek, olyan keménység van ebben az országban, hogy itt már nem lehet boldogulni, kimegyek inkább külföldre. Ne menjél ki külföldre, maradjál itthon, mert szükség van rád. Nagy szükség van rád, nagyobb szükség, mint gondolnád. És tudjátok, az Isten jelenlétében mindig egy felismerés jön. És az Isten jelenlétében tudjuk meg igazán, kik vagyunk, és az Isten jelenlétében látjuk meg igazán, mekkora dolgot bízott ránk az örökkévaló Isten. És akkor eltörpül az, amit az emberek esetleg állítottak rólad, vagy mondtak rólad, és azt mondták, hát körülbelül ennyit érhetsz.
De mit mond rólad az Isten? Tudjátok, hány keresztény éli úgy az életét, hogy nem tudja, hogy az Istennek a privát véleménye mi az életéről? Beéri azzal, amit az élete során összeszedett, és amit az emberek mondtak róla, abból gyúrt egy maszlagot, és azt mondja, hát kb. Ennyit érek. Apukám szerint jó vagyok, anyukám szerint a legjobb. Innen indultam, aztán jött a tanárom, és valami mást mondott. Az úgy kicsit már bezavart a képbe. De az összkép részévé tettem, és azt mondtam, hát ha nem is vagyok 100%-os, de még mindig 90. Ekkor lehettem olyan negyedikes általános iskolás. És akkor mentem följebb. Romlottak a tanulmány eredményeim, mondták a tanárok, nem lesz belőled semmi, már csak 70%-nak éreztem magam. És ez vagyok. Azonosultam ezzel az igazsággal. És azt mondtam, hát ennyit érek. Aztán mentem tovább, meg is buktam. Hát akkor 10% alá kerültem hirtelen. A magam szemébe, hát ez nulla gyerekek. Azt mondták, ez nulla. Ez a matek tudás, ez nulla. Hát akkor nulla. Hát akkor az vagyok. Akkor én vagyok a nulla. Aztán jött a főnököm, őről most ne is beszéljünk. És aztán jött az élő Isten egyszülött fia, a názáreti Jézus Krisztus. És elkezdett nekem beszélni magamról. És nagyon fontos, hogy a magadban, a magadról kialakult képedben merjél és tudjál változni, és merd elhinni, hogy az Isten másképp lát téged, mint amit te valaha is gondoltál magadról. És ez a kép, hadd bátorítsalak ma délelőtt, sokkal jobb, mint amit gondolnál. Mert Jézus ott van. Mert Jézus benned van. Mert Jézus felértékelt téged. Nem is akárhogyan. És mi, akik néha beérjük akár 70%-kal, és már van egy 80%-os keresztény, az már egészen jó. Ő jött, és azt mondta, 100-as vagy. Nézzétek, az üzenetünk lényegében vagy az áll, és központjában vagy az áll, hogy teljes vagyok Jézussal, és tökéletes vagyok benne, vagy nem vagyok semmilyen se. És ha innen szemléljük, akkor a mi hitünk igenis radikális hit, mert azt mondjuk, hogy vagy, vagy. Tudom, ehhez a demokráciához szokott füleknek, ez eléggé keményen hangzik, most nem rólatok beszélek, de ha kimegyünk a falakon kívül, és beszélünk azokra, beszélünk az embereknek Jézusról, és nem azt mondjuk, hogy figyelj, van 5 lehetőség, melyiket választanád, hanem azt mondjuk, van 1 út, és élsz, vagy nincs több út, és meghalsz. Akkor azt mondják, hogy fú, hát ez a radikalizmushoz mi nem vagyunk hozzászokva. Isten itt van, bennünk van, köztünk jár. Az ő arca ábrázolódik ki rajtunk napról napra. Soha nem leszünk ugyanazok, mint akik voltunk. Ez egy óriási hálaadásra okot adó valami. Nem tudom, mikor találkoztunk utoljára, de azóta óriásit fejlődtél, és reménységem szerint fejlődtem. Mert az Isten munkálkodik bennem. Az Isten, akinek nincsenek határai. Aki nem mondja, hogy elég, ennyi volt, minden tudsz. Hanem tanuljuk egy életen át, és aztán örvendezünk egy örökké valóságon át, és hol van a határad? Hol van a határa annak az Istennek, aki téged elhívott? Mi az, amikor ő azt mondja, hát ehhez már nincsen kedvem, vagy ehhez már, e fölött már nincsen hatalmam? Ugyan. És persze ezekkel az alaptézisekkel tisztában vagyunk, de amikor az élet produkálja a dolgait, akkor gyakran innunkba száll a bátorságunk. És az zsebemből hamarabb előkerül az orvosnak a névjegykártyája, mint hogy a kezem imára emelkedne. Valahogy úgy hirtelen, van egy jó doki, találkozunk, és jó, hogy vannak jó dokik. Ja, ezt tudjuk mindannyian. De látnia kell a világnak, hogy van egy jó doki. És olyan keveset lát ebből. Mert mi, akik az ő nevéről neveztetünk, gyakran nem merünk 100%-osan közösséget vállalni vele. Mert az túl sok mindennel jár, tudod? Most jó belecsaptam a közepébe, hát a vége felé akartam erre megérkezni, de mindegy, mi lesz itt akkor a végén, képzelted. Kedvesek, ezt a mai délelőtöt úgy terveztem már, amennyire emberileg ez tervezhető, hogy néhány éneket is énekelnék én itt közben, miközben beszélek. Csukjátok be az ajtókat, lesz, ami lesz, mindegy. Szóval néhány éneket szeretnék énekelni, 25 éve írok dalokat, és éppen a feleségemmel beszélgettünk, idefelé jövett tegnap este, már-már éjszaka, hogy mikor is jártunk mi először Kecelen, vagy ezen a környéken, de nagyon régen, még szinte gyerekek voltunk, legalábbis most úgy emlékszem rá ezzel a
Nem tudom, ki merjem-e mondani, mert azt hallottuk itt a Városi Feri testvértől, hogy a legboldogtalanabb emberek a 44 évesek. Én keddel leszek 44, tehát így gondolkoztam, hogy így, most akkor mit is kéne erre lépni. Így néztem magamra, hogy hát mondjuk elég boldogtalan lennék, ha nem ismerném az Úr Jézus, de hát ismerem, annyira nem érdekel, hogy hány éves vagy. Jó, néha érdekel, de hogy így nem ez van a központban, igaz? Jaj, tegnap volt egy kedves testvérnő a tegnapi szolgálatom során, és nagyon megbíztatott, mert mondta, hogy olyan fiatalos a testvér. Oh, mondom, köszönöm, tényleg. És mondta, hány éves tetszik lenni? Elmondom, 44. Azt mondja, 42-nek gondoltam. Hát már lehetett volna mondani, hogy 35-öt, vagy valamit, nem? Hát legalább már akkor egy kicsit jó lessen. De hát nem. Mondtam, hogy ó, nagyon kedves tetszik lenni közben. Jobb, mint a 46-ot mondott volna. Na mindegy. Az ország, amit prédikálunk, időtlen ország. Kortalan. És ez sokaknak, akik félnek az öregedéstől, jó hír. Van egy dalunk, gyerekek felé is szoktam én énekeket írni, több lemezt készítettünk már, és van egy dal, amely arról szól, hogy kisimulnak a ráncok az arany utcákon lépdelve. Hogy fiatalok és élettel teliek leszünk, és nem fog fájni itt, meg amott, meg... Vannak néha reggelek, amikor már úgy meg kell mozgatni. Te még nem tudod, miről beszélek, de majd eléred a 40-et, meglát. Mert a testünk már csak ilyen. Hát, na. De nem ez vagyunk mi. Tudjátok, hogy a világ azonosítja az embert a testtel. Meglátja, azt mondja, jó nő. Hallottál már ilyen kifejezést? Jó pasi. Esetleg mi van belül, vagy hát az... Ugyanis, ami a szem számára láthatatlan, az leginkább a világi elgondolások szerint nem létezik. Hát már csak nem fogok valamibe hinni, amit nem látok. Újra és újra bátorítani kell az elménket, a szívünket, a lelkünket, önmagunkat, az egész lényünket. Nem az vagyok, aki a tükörből visszanéz rám. Ez az én sátorom. Jól érzem magam benne, természetesen ápolom. Ha böjtölök, akkor még inkább ápolom. Nehogy lássák rajtam, hogy böjtöl. Tudjátok, ismeritek az égét? Megkenjük a hajunkat, hát akinek van. De nem ez vagyok. Valami sokkal többről szól az életem. Ezt tudjuk, hogy itt fogjuk hagyni, el fog bomlani. A dal, amit most énekelni szeretnék, a Ki vagyok én címet viseli. Erre, ne tapsoljál, várjál még egy picit még. Jó, nagyon lelkesít, nagyon bátor, köszönöm. Hogy ki a csuda vagyok én valójában? Hogy tényleg az vagyok, akinek XY mondott engem 3 éven keresztül. Néha el szoktam mondani a szolgálataim során ezelőtt az ének előtt, hogy volt egy főnököm, akiről mondtam, hogy az előbb nem beszélek, ugye, de most mégis beszélek. Aki sosem mondta ki a nevemet. Nem mondta, hogy Béla. De legalább egy bécivel beértem volna. Mindig azt mondta, Izéke, mindig eladta, hogy ő nem is tudja a nevemet, és igazából nem is érdeklődik engem, hogy hívnak. De valami megszólítás mégis kellett, csak nem azzal jött, hogy oldalba lök, hanem mégis mondott valamit. És tudod, amikor sokáig mondják neked, hogy Izéke, akkor elhiszed magadról, hogy te vagy a Izéke. És emlékszem, egyszer az öltözőben belenéztem a tükörbe, és úgy rám szakadt. Hát vannak ilyen pillanatok, tudjátok? Én vagyok a Izéke. Ez dobta a gép, tudod? Tanulni kellett volna, tudod? Igaz, persze. Fiatalok, nehogy azt, arról fogok itt be... Miről beszélt a Béla bácsi? Arról beszélt, hogy nem kell tanulni. Tanulni kell, és ki kell magadból hozni a legtöbbet. És föl kell ismerned, hogy ki vagy valójában. Erről szól ez a következő, nem a következő, egyelőre még az első ének. Ki vagyok én? Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, csak nézem, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis rác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, hogy boldogan táncolok, nevetek,
elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám? Szimplán, pörén, mesztelen, mennyit ér az életem? Teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat. Megmondja nekem az igazat, azt, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám. Szimplán, pörén, mesztelen, mennyit ér az életem? Teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az ő. A lelkem mélyén legbelül Isten alakú az Úr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Ez a tükör pedig a tökéletes Isten beszéde. Az igazságnak, meg a szabadságnak a tükre. Ti is olvassátok? Tudod, belenézel, és meg tudod igazítani magad. A tükör mire való? Hát belenézünk, és meg tudjuk igazítani magunkat. És néha nagy hiányát érezzük. Tegnap is szolgáltam, mondták, itt van az öltöző, menjek be. Bementem, átöltöztem, és kerestem a tükröt, és nem volt. Meg akartam nézni, hogy hogy áll. Hát nem gomboltam félre, mi valami. Hát kell egy tükör, hogy a viszonyítási alapon meglegyen, hogy az igazodási pontot ne veszítsem el. Tudjátok, hogy hány keresztény él úgy, hogy azt mondja, hogy 3 évvel ezelőtt megfésülködtem, akkor jól állt, valószínűleg ez most is így van. És azt mondja, nem áll jól a hajad, bocsi. Elaludtad. És össze-vissza, kócos vagy. És azt mondja, hát de én belenéztem a tükörbe. Mikor? Tavaly előtt. A testünkkel kapcsolatban milyen igényeink vannak, nem igaz? Azt mondjuk, hát minden legalább egy reggel egyszer belenézünk. Vagy minden másnap. Vagy valamilyen időközön, belátható időközönként. Akkor mennyivel inkább a szívünket újra és újra igazítani kell? Mennyivel és mennyivel inkább a szívünket, és azt mondani, Uram, megismertem belőled valamit, nem fogom azt mondani, hogy tudok mindent, hanem jövök, és azt szeretném megtudni, hogy a mai nap kihívásaihoz. Mi az irány, Szentlélek? Mi a pálya? Futni szeretnék. Adtál lábakat. Szellemi értelemben is. Szeretném megfutni. Nem szeretnék hasonlítani azokhoz, akik heverednek az útszél, és azt mondják, ennyi volt, eddig bírtam. Az Úr ennyi erőt adott, tudod? Hány keresztény? Tudod, az Úr ennyi erőt adott. Mennyi erőt adott? Elfogyott neki, vagy elfeledkezett rólad.
Néha ilyen kényszer képzeteket hajlandó, és hajlamos, és hajlandó is, és hajlamos gyártani az ember. Világi barátainknál mutatkozik ez meg, hogy az Isten háta mögött, vagy az Isten elfeledkezett rólam. Mi azért félnénk ilyet kimondani, de azt mondjuk, talán nem vagyok benne az első 10 kedvencben. Tudjátok, hogy miért vetítünk sok emberi tulajdonságot az Istenre? Mert az emberek között élünk, ugye ez természetes, és megszokjuk az ilyen irányú kommunikációnkban és kapcsolatainkban, hogy hogyan kell reagálni, azt gondoljuk, hogyan kell reagálni az ilyen irányú kapcsolatra. És sok ember van, azt mondja, én nem osztom meg veled a dolgaimat, mert a múltkor is kifecsegtél a hátam mögött, inkább megtartom magamnak. És amikor az Isten kérdezi, mi nyomja a szívedet, olyan sérüléseket szedtem össze, hogy inkább nem mondok semmit. De kivel kapcsolatban szedtél össze sérüléseket? Az Istennel? Nem. De jobb félni, mint megijedni. Vagy mit tudom én? Valamit mindig tudunk mondani, annyira jók vagyunk ebben is. Hogy amikor a hálaadásról beszélünk ezen a mai reggelen, akkor újra és újra elő kell, hogy jöjjön a szívünkbe, és meg kell, hogy emlékezzünk róla, hé, hey, az Isten nem ember, hogy hazudjon, írja, mondja az írás. Nem ember, nem emberi lépték szerint bánik velünk. Ahogy a szó volt róla a bevezető alkalomban, nem úgy bocsájtja meg a bűnt, ahogy egy ember. Csak tudod, vannak rossz tapasztalataim a bűnbocsánattal kapcsolatban, mert azt mondta, hogy megbocsátott, az 3 év múlva úgy a fejemhez vágta, hogy azt hittem meghalok. Na mondom, köszi, micsoda bocsánat. És akkor az Isten hogy bocsájt meg? Újra és újra emlékeztetned kell a szívedet, az Isten nem úgy csinálja, mint az ember, hallod? Hogy nincs első 10, meg nincs klérus, meg nincsenek tűzközeliek. A mindennapi életünkben igen, és akkor vagy jó, hogyha jól helyezkedsz. De próbálj meg az Isten országába helyezkedni. Semmire se fogsz vele menni, mert a törvények másképp működnek. Azt mondja Jézus, szeretne valaki első lenni közöttetek? Menjen a sor végére. Úr Jézus, valamit félreértettél? Mondom, első. Nem érted félre semmit. Csak az Isten nem ember. Szeretne valaki vezetni közöttetek? Igen. Akkor szolgálja az összes mindenkit. Jaj, milyen nehéz a keresztény élet. Valamit csak szeretnénk, és az Isten azonnal terheket rak ránk. Vezetni szeretnék, mert az úgy könnyű, azt gondoljuk, messziről. Erre azzal kell kezdeni, hogy szolgálnom kellene mindenkit. Drágák, rá kell, hogy álljon az elménk az Isten dolgaira. Határozottabban. Hadd fogalmazok így, tudom, ennek a szónak sok negatív felhangja van ma a híradásokat, ha nézzük, de hadd mondjam, radikálisabban. Egy kicsit ilyen vagy-vagy alapon, tudod? Hogy beismerjük magunknak, hogy ha nem vagyok 100%-osan Krisztusé, akkor nem nincs, hogy 90%-ban az övé vagyok, 10%-ban a világé, hanem ha nem vagyok 100%-osan Krisztusé, akkor a világé vagyok. Mert aki velem nem gyűjt, az tékozol. És nincsen a mennyiség meghatározva. Kicsit gyűjt, sokat gyűjt, ennyit tékozol. Vagy. Ezért első hallásra kényelmetlen lehet az üzenet. Jobb lenne valami léleksimogatóbbat hallani, Uram. Nem lehet, hogy van egy köztes út, mi magyarok mindig keresünk. Tudjuk, hogy ez van, fehér meg fekete. Nem ismersz valakit, aki már a szürkébe jó volt? Aki úgy meg tudta csinálni? Valami kiskapu? Nincs valami lehetőség? Mondjál már valamit, hát te már olyan régóta vagy pásztor. Oszd már meg velünk a titkot. A titok nagyon egyszerű. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Hálával áldozni. A következő ének, amit énekelni szeretnék, arról szól, hogy minden, ami körbevesz bennünket, az Isten alkotása. És tudjátok, na egy picit, akkor inkább beszélek előtt, és majd utána jön a dal. És tudjátok, ami hálánkat kell, hogy a felismerés előzze meg. És igazából ez az, amiről beszélni szeretnék ma. Eddig csak melegítettük a hangszálakat, meg a szívszálakat. Nem leszek ilyen hosszú, ígérem. Felismerés kell, hogy kövesse. Mire gondolok itt? Miért van az, hogy fölkelek reggel, és meg sem emlékezem arról, hogy kinyílt a szemem? Mert természetes, nem igaz? Gondolom én ezt gyerekfejjel.
Minden oké, ugyanúgy, mint eddig. Eddigi 43 év és 363 nap alatt. Most könnyen kiszámolom, mert tudom, hogy hónap után vagyok, tudod, most így könnyen beszélek. Nem vagyok az ennyire jó matekos, de majdnem. És miért van az, hogy egy másik ember meg fölébred, és könnyek között is fölszakad belőle, Uram, látok. Azért, mert volt egy másik irányú megtapasztalása, mert akinek sok bocsátatik meg, jobban szeret, mert aki megérezte a nehézségnek a terhét, és felszabadult alóla, az ugrándozik és örvendezik. Néhány évvel ezelőtt gerinc sérvel operáltak engem, ami úgy jött ki, hogy lebénultam egy reggel, mindkét lábamra, medencétől lefelé. 4-es, 5-ös lumbális, bal és jobb oldal. Ami azt jelenti, úgy tudtam közlekedni, mint egy fóka. Két kezemen, és a lábamat így húztam magam után. Az csak plusz adalék, hogy elmentünk az orvoshoz, és adtak izomlazítót, és azt mondták, fiatalember, menjen haza. De mondom, doki, nem tudok, tehát én mennék. Na jó, akkor csináljunk még egy felvételt. Mindegy, nem erről akarok beszélni, meg nem az egészségügy helyzetéről, de hát néha necces dolgok is tudnak ott történni, a sok nagyszerű dolog mellett is, mindegy. És akkoriban íródott egy dal, talán sokan ismeritek, velem tapsol és táncol a menny. Velem tapsol és táncol a menny. Az egyik olyan dalom, ami a legtöbb, hát hogy is fogalmazzak, nem csak jóindulatú megjegyzést kapta az egyházon belül. Mert hogy ez ilyen diszkósított dolog, meg tapsol, meg táncol, ne menjünk bele ilyen messzire. Volt egy hely, most voltunk ott szolgálni. Hát az egyházat úgy szeretjük, ahogy van, kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk. Ugye mondta ezt, milyen elvtársa, nagyszerű ősi film. És akkor azt mondták, hogy bármit énekelhetsz, a tapsol és táncol a mennyet, itt nem énekelheted. Na most képzeld el, fogalmazunk így, ők nem voltak nagyon hálásak ezért a dalért. Én, amikor kitoltak a műtőből, és következett 6 hét rehabilitáció, és újra kezdtem el tanulni járni, adtak ilyen vizét, és akkor mentem, jó lesz, bécike, jó lesz, na bal lábat, na jobb lábat, abba, jaj, de jó lesz, és akkor ott vagy összetörve, mert még két hete futottál, és kapok egy ilyen dalt az Istentől, hogy velem tapsol és táncol, amenj. Nem tudom, érzékeled-e, hogy az egyik legnagyobb hála tört fel akkor a szívemből, és azt mondtam, velem is tapsolni fog a menny, és táncolni fogok én még táncolni. És életcélom már nőtte ki magát, akkor is sikerült is, és dicsőség az Úrnak. De hogy az élethelyzetünk egyet, csak egy pici dal példájával, mennyire más tud kiváltani belőlünk, akinek gondja nincs arra, hogy jók a lábai, mert megszokta. Azt mondja, mit akar az itt a táncolásról beszélni, viselkedjen már. És tegye össze a két kezét, hiszen az Úrházában vagyunk. Múltkor bementem egy templomba, és így álltam, és csodáltam a szép festményeket. És odajött egy ember, és azt mondta, azonnal tegye össze a kezét, fiatalember. Jaj, hol a kiárat, gyorsan néztem, hol a vész kiárat. Mindaz, amin keresztül mentél, generálta, és ha igen, milyen mértékű hálát a szívedben. És sokszor mered-e felvállalni, a felismerés megvolt-e, mered-e felvállalni, hogy te az átlagnál, az átlagosnál jobban örülsz, és egy életen át örülsz, és hálás vagy valamiért, amit más észre se vesz. Miért? Mert felismerésed van. Mert te átmentél rajta, mert te tudod, miről beszélsz, mert egy hálaadó istentisztelet üres önmagaz, legyünk hálásak. Ezt igazán a saját bőrünkön tapasztalva tudjuk hitelesen közvetíteni és megélni. Hálás vagyok, mert majdnem belehaltam. Itt volt, hogy ki az, akiket a halál torkából mentett már meg az Úr, többen felemeltétek a kezeteket, ugye volt? Beszéltünk itt erről. Te tudod, miről beszélsz. És egy fiatal talán meg se fordul ebbe a fejébe, mindenki azt gondolja, hogy örökké élünk, ez helyből így van, ugye itt a Földön, örökké élünk, csak nem itt. Isten megenged helyzeteket az életünkbe, lehet, hogy éppen a hegyen vagy most, jó hírem van,
lesz völgy is. Mert ahol hegy van, ott völgy is van. Lehet, hogy éppen a völgyben vagy most, jó hírem van, lesz hegy is, mert ahol völgy van, van hegy is. Hiszen attól van a völgy, hogy van egy hegy. Lehet, hogy még nem látod, de ott van, föl fogsz rá menni. Újra tágas téren fogsz állni, ahogyan a zsoltáros fogalmaz. De át kell ezeken mennünk. És akkor jöttél ki győztesen az élet bármely helyzetéből, ha hálaadással jössz ki. Azt mondja a Biblia, adjatok hálát mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Itt nem valami mazoista szöveg ez, hogy így akkor is, ha fáj, nagyon fáj, én hálás vagyok. Hanem mert tudod, hogy ez az egész miről szól, és hova fog kifutni. És őszinte hála tud lenni a szívedben. Ha, völgybe vagyok. És néznek rá, te a völgyben nem szoktunk táncolni, örülni, sírni szoktunk, meg temetni magunkat leginkább. De én tudom, hogy azért vagyok itt, mert jön a hegy. És már is él bennem az ige, ami azt mondja, hogy a síralom völgye is áldássá lesz. Ott fakad a lábad nyomán. Miért? Mert hálás ember vagy. Mert tudod, hogy ez nem a vég. Hogy a történet nincsen lejátszva. Hogy van Isten az égben. Hogy övé az utolsó szó. És az utolsó szó jogán az Isten általában meg is szólal. És megmondja. Kedvesen és szeretettel, ahogy egy gyerekkel szokott az apja beszélni. De kertelés nélkül. Jöjjön akkor az ének. Ja, nem mondtam még a címét. Talán mert én sem tudom. De mindjárt megfejtem. Az ének, igen, a dal címe Láss, ne csak nézz, ugye arról beszéltem, hogy minden, ami körbevesz bennünket a látható, és bizony az épp oly fontos láthatatlan világban is, az Isten tervéből származik. Erről fogok most énekelni. Feltárul a mérhetetlen kékség, tengerek, óceánok mélyén. Minden cseppje az csobogja, lásd, ne csak nézz, lásd, ne csak nézz. A kék színben tündöklő égbolt, a fénylő nap és a sápadt fél hold, és minden csillag azt ragyogja, láss, ne csak nézz, láss, ne csak nézz. Fedezd fel a kezed, amely téged formált, ismerd meg a szemed, ami mindent jól lát. Érezd át a szíved, amely érted dobban, és arra vár, ismerd meg jobban. Az állatok színes kavalkádja, repülve, úszva, kúszva, mászva, mind azt makogja, azt csipogja, láss, ne csak nézz, láss, ne csak nézz. És ott van legvégül az ember, tele szépséggel és érzelmekkel, a szíve folyton azt dobogja, láss, ne csak nézz, láss, ne csak nézz. Fedezd fel a kezed, amely téged formált, ismerd meg a szemed, ami mindent jól lát. Érezd át a szíved, amely érted dobban, és arra vár, ismerd meg jobban. Fedezd fel a kezed, amely téged formált,
ismerd meg a szeme, ami mindent jól lát. Érezd át a szíved, amely érted dobban, és arra vár, ismerd meg jobban. A következő ének, amit énekelni szeretnék, a Hazamegy a vándor címet viseli. Mert mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. És kell, hogy az üzenet átmenjen, és azt mondjuk az embereknek, ne érd be azzal, hogy csavargó vagy, hogy mindegy a cél, hanem szegezd a tekintetedet a cél felé, indulj el, és meg fogsz érkezni. Ez egy jó üzenet. Erről fogok most énekelni. Akik esetleg ismerik az éneket, bátorítalak benneteket, énekeljük együtt. Hazamegy a vándor. Kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Ami ezen a földön körbevesz, olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. És hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kánfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás megérkezik. Mert új eget és egy új földet várunk, új folyókban úszunk majd, és új hegyeket mászunk. Ez a bolygó nem az igazi világunk, itt csak utazunk, átutazunk. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás megérkezik. Hazamegy a vándor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon célba ér. Hazamegy a vándor, mintha soha nem lett volna itt, egy szent pillantás megérkezik. Mert új eget és egy új földet várunk, új
tavakban úszunk majd, és új hegyeket mászunk. Ez a bolygó nem az igazi világunk, itt csak utazunk, átutazunk. Ezt az igazságot is, mint Istennel kapcsolatos minden igazságot 100%-osan kell élnünk. Mert ha hiszek abban, hogy itt nincs maradandó városom, akkor ez gyümölcsöket fog szülni bennem, és nem kezdek el kincseket gyűjteni. Ha úgy is tudom, hogy itt hagyom, nem igaz? Tudjátok, hogy a világ legtöbbször az ellentmondásos keresztények miatt fordul el a hittől, mert azt mondja, te azt prédikálod, hogy nincs itt maradandó városod, de meg nem állsz. Nem látunk soha, mert mindig dolgozol. Megáldja az Úr a kezünk munkáját, dicsőségéért neki. De mikor elfelejtjük a valódi célt, akkor összezavarodnak a kint lévők, és azt mondják, hát akkor most mi van? Akkor most mennyei kincsek, vagy földiek? Hogy van ez? És ez csak egy pici dolog. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk, radikálisan kell gondolkodnunk, hűségesen ahhoz, aki elhívott minket. Nem olyan régen szolgálni voltam, és mentem valahová, utaztam, és előtte megtankoltam az autómat. És keresztény zenei szolgálat az, ami név alapján, nem túl bonyolult, de talán így könnyebben megjegyezhető, ami név alapján mi a szolgálatunkat végezzük. És bementem tankolás után a shopba, oda a pulthoz, egy 25 év körüli fiatal ember állt a másik oldalon, és kérdezi, kérek-e számlát? Mondom, kérek számlát. Milyen névre tetszik kérni a számlát? Már nem volt szimpatikus, mert tetszik ez, mindegy. És akkor mondom neki, hogy keresztény zenei szolgálat, és néz rám. Azt mondja, tessék, mondom, keresztény zenei szolgálat. Fiatalember, keresztény? Mondom, fiatalember, akkor betűzzem, megtenné? K-E-R-E-S-T-E-N-Y. Keresztény, köszönöm szépen. Hogy a keresztény Magyarország közepén a keresztény szó nem ismerős. Egy 25 éves fiatalnak. Hogy az mi? Félrehallja. Ilyen hozzáállása sose lesz hálás a keresztényekért, mert se tudja mi az. És ott a mérleg egyik serpenyő, és ott a másik serpenyő, mondjuk az a 300 ember, akik a szomorú statisztikák szerint ezen a mai napon is az életüket adják azért, meg keresztények. Érted a különbséget? Még a nevét se ismerjük. Van, aki meg az életét adja érte. Mert ez a dolog személyes. És nem mondhatjuk, hogy általában a keresztények, ő adta a saját életét az ő megváltójáért. Mert megkérdezték tőle, hogy Allah vagy Jézus, és mondta, hogy Jézus, és lelövik. És ez ma is így van sajnos a világban. Ezek mindennapos dolgok, a médiának nem annyira érdekes. Már, mert nincs annyira reklámértéke, meg hírértéke, nem kapják már fel az emberek a fejüket. És gyakran tapasztaljuk, hogy megy háttérbe a tévé, és elmondják, hogy mennyi áldozata volt a katasztrófának, és közben fújjuk a húslevest. Megint milyen sokan haltak meg. Ilyenek vagyunk emberek. És tudod, ugyan ezek gondolatok mentén válik a hitünk kiégetté sokszor. Megszoktuk. Isten megbocsátja a bűnt, igen, igen. És megyek ezzel az általános üzenettel. Ha jót akarsz magadnak, akkor hidd, hogy Isten megbocsátja a bűnt. Senkit nem fog érdekelni. Kiégett, üres, öreg üzenet. De azt mondom, hogy megbocsájtotta az én bűnemet, hallod? Akkor azt mondom, tényleg? Miért, mit csináltál? A jobb, ha, de ezt nem akarod tudni. De ha olyan a helyzet akar, azt is elmondjuk. De hogy van kegyelem is, vagyunk, tudunk tovább menni. Innentől már más a dolog. Az ének, amit most énekelni szeretnék, egy picit erről szól. És arról, hogy a hálánk, ami megelőzi a hálánkat, a felismerés, vajon ott van az olyan általánosnak és megszokottnak hitt dolgokban is, mint az, hogy mi most itt például szabadon összejöhettünk. És ha kérdezik, miért vagy hálás, talán ez eszedbe se jut. Mert megszoktuk, nem igaz? Szabadon összejöttünk, ki tudtuk ezt bérelni, megvoltak az anyagi források, ezek szinte már-már természetes dolgok. De ha belegondolsz, hogy a világ más pontján, mondjuk ezért az összejövetelért konkrétan az életünkkel fizetnénk, és most nem akarok ilyen hatásvadász lenni, hanem ezek száraz és szomorú tények.
Egy kérdés, ugye, akkor rögtön hányan ülnénk itt? Ez egy nagy kérdés. A másik meg, hogy tudnánk-e hálásak lenni. A múltkor néztem a Facebookon egy videót, kínai keresztények megkapták a titokban hozzájuk eljuttatott bibliákat. A saját nyelvükre lefordítva. Ruhák közé csomagolva, meg mondták, élelmiszeradomány, nyitogatták ott, igen, és egyszer az egyik bőrön mélyén körülbelül 15-20 darab biblia került elő. Látnod kéne, hogy mit műveltek ezek az emberek? Mint a gyerekek, amikor megkapják az ajándékot. Oda rohantak egymást egy kicsit még talán lögdösve is, elnézhetjük nekik. A szívükhöz szorították a bibliát, és csak sírtak és imádkoztak, és sírtak és imádkoztak. És ha megkérdezett tőlük, miért vagy hálás, azt mondja, hálás vagyok az Isten igéjéért, itt van a szívem, itt van. Megkaptam, életem álma volt, az életemet is odaadtam volna érte. Nekem van otthon vagy 30 bibliám. És lehet, hogy mi nem is mondtam sokat. Képes biblia, ilyen fordítású, magyarázatos, ilyen amolyan, meg amolyan másik, meg három nyelvű. Sose örültem még így neki. Mert természetessé vált, tudod? És amikor háláról beszélünk, az első és legfontosabb dolog, semmi ne váljon természetessé. És tudjátok, ezért van az, hogy aki hálás, az nem panaszkodik. Mert azt mondja, hogy gyerekek, hát ez extra rosszabb is lehetne, és akkor még hitünk se kell hozzá, csak józan parasztésszel végig gondolni. Képzeld el, hogy pár ezer kilométer odébb élsz, ahol ezt büntetik. Már is az ember azt mondja, hogy hú, ez nem természetes. Az, amit mi most itt tehetünk. És már is a hála elkezd dolgozni a szívünkben. Dicsőség az Úr Jézusnak ezért. És amikor lényegre tudunk fókuszálni, akkor, mert általában a siránkozásaink azok nem lényeges dolgokon vannak, hanem sokszor, magamról beszélek elsősorban, maradjunk ennél a példánál, sokszor apróságok, és azt mondjuk, mivel természetes, hogy itt vagyok, ezért tudok arra figyelni, hogy hideg van a templomba. És már siránkozok is. Hosszan beszélt a lelkipásztor. Nagy problémák, amelyekkel meg kell küzdenünk életünk minden napján. Bizony nehéz ez az iga, hallgatnunk kell a pásztort. Pedig már hangosan krákogtam, és így néztem az órámra. De nem vette a lapot, hát imádkozzunk érte, hogy vegye. Holott a lényeg meg nem ez. Szeretném, hogyha együtt tudnánk az éneknek a refrén részét énekelni, a szövege is és a dallama is igazán egyszerű. Így szól a szövege. Soha se foglak téged, nagy dolgot fogunk kimondani, előre bocsájtom, nem kötelező mondani. De örülnék, ha mondanád. Tehát, soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni. Mindig arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Köszönöm. Na még egyszer a szövegét tehát. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni. Mindig arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. És a hála működik, és szárnyal az életünkben. És ami szárnyal, azt nehéz nem észrevenni. Jézus mondja, nem lehet eldugni a hegyen épült várost. Egyszerűen lehetetlen, mert fönt van, mert oda épült, mert ott világít, sötétbe, fantasztikus. Ha a hitem szárnyal, ha a hálám szárnyal, ha a nagy köszönöm van az egész lényemre írva, vagy a lényedre, amikor találkoznak veled, és azt mondja, múltkor megkérdezték tőlem, szintén fiatalok között voltunk. Szeretnénk veled beszélni? Igen. Azt szeretném megkérdezni, mit szívsz? Mert hogy ugye sok helyen ez már általános, sajnos. És akkor... Mert hogy olyan fölötte állsz az eseményeknek, kicsit úgy látszik, hogy mint hogyha egy 20 centivel a föld fölött. Hát mondom, elmondanám, hogy mi van. De látták, és fantasztikus volt számomra, hogy ők kérdezték meg. Nem lehet elrejteni. Ez látszik. És ha nem látszik, az azt jelenti, hogy nincs. Vagy nagyon jól eldugtad, de hát ebben nem hiszek. Néha szokták mondani keresztények, mondta, testvér, olyan régen láttalak örülni. Azt mondta, mély örömöm van, hallottad? Az mély, tudod, én mélyen élem meg. De hát szeretnénk látni azt a mély örömet. Nem lehetne valahogy felhozni, leküldünk tenger alatt járót, valahogy jöjjön már feljebb az az öröm. Na hát, aggódtam, hogy nem tudom az időt, hát most már tudom. 11 óra körül lehet? Ebédre vároknak ez egy rossz hír, hogyha a szolgáló azt hiszi, hogy még egy órája van. Igen. Gondolom, hogy delet harangozhatnak. Talált süllyed, köszönöm szépen. Az ének tehát, amit énekelni fogunk együtt, megszabadítottál.
Már az első keresztények tudták, hogy mi a lényeg, és teljes szívükből dicsőséget adtak a seregek istenének. Igaz, hogy katakombákban éltek, meg a pincék mélyén szólt az ének, de sohasem hódoltak be a sötétség erejének. Hogy utálták őket, belőlük mindig gúnyt üztek, börtönbe zárták, bíróság elé cibálták, egyre jobban tiltották, tűzzel, vassal írtották, de az igazságot kalitkába nem zárhatták. Én is Jézushoz tartozom, bátran hirdetem és megvallom. Jézus az Úr, és rajta kívül nincsen más. Gyertek, mi jövünk, soha se foglak téged, és soha se foglak téged megtagad. Bármilyen nehéz lesz is, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Ma is meghaltak több százan szerte a nagyvilágban, most is börtön mélyén ülnek, csak mert Jézusról beszéltek, de ők mindent vállalnak, igen, az életük se drága, csak elmondhassák, hogy Jézus Krisztus a királyok királya. És most itt vagyunk, te és én, egy szabad országban nyugton békén, bátran lehet hirdetni, a kapu nyitva, csak be kell menni, beszélhetsz róla az utcán, vagy a rádió hullám hosszán, a tévében, vagy a CD-ken, mondhatod harsányon, mindegy, hogy hogy teszed, csak mondjad, a világ hadd hallja, hadd tudja, hadd lássák, mi van a szívedben, hogy te igazán hiszel az Istenben, mindegy, hogy hogy teszed, csak mondjad, a világ hadd hallja, hadd tudja, hadd lássák, ki van a szívedben, hogy te igazán hiszel az Istenben. És mondja, én is Jézushoz tartozom, bátran hirdetem és megvallom. Jézus az Úr, rajta kívül nincsen más. Mi jövünk, drágák, gyertek, soha se foglak téged. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Itt vagyunk te és én, szabad országban nyugton békén, bátran lehet hirdetni, a kapu nyitva, csak be kell menni, beszélhetsz róla az utcán, vagy a rádió hullám hosszán, a tévében, vagy a CD-ken, meg egy sportcsarnokban is éppen. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, én mindig csak arról fogok énekelni, hogy meg. Szerintem ez már nélkülem is meg is tanultuk. Gyertek, jó bátran, hagyj jön ki a hangod. Soha se foglak téged megtagadni. Soha se foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni, én
sose foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni. Mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom, érted épül? Ez a húsvér templom, érted épült, neked ég a tűz bent oltárainál. Ez a húsvér templom, téged dicsér szívem minden húrja rólad. Nekem nincs más rajtad kívül. Nekem nincs más rajtad kívül. Életem forrása vagy. Életem forrása. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek. Ez a húsvér, érted, épült neked ég a tűzben oltárainál. Ez a húsvér templom, téged dicsér szívem minden húrja rólad. Ez a húsvér templom, ez a húsvér templom, érted épp, neked ég a tűzben oltárainál. Ez a húsvér templom, téged dicsér szívem minden úrja, rólad muzsikál.